Álljál. Ez nem irodalmi est piripócson, ez az őszi divat bemutatója lesz. Azt kértem, sétálj a jelbe, aztán fordulj oldalt, kicsit menj tovább, aztán megint szembe, emeld meg a kalapodat, az ernyő legyen elegánsan a karodon. Azután lassan távozz el. Ne rohanj haza, lassan sétálj el, mint egy úr. Ezt kérem. Spécikém, rendben vagyunk? Felvétel mehet. Felvétel indít. Felvétel. Csap. Őszi divat 23. Tessék. Ez készre, úgy nézek ki, mint a londoni Cityben a konzervatív főkönyvelők. Tényleg azt hiszed, hogy ősszel a magyar átlag férfi ezt viseli majd? Az, hogy én mit hiszek, az téged ne érdekel. Ez a megrendelés, tehát ezt csináljuk. Spéciként szűkítsünk bele abba a pilácsba. Igenis, uram, megy. Felvétel, csapot kérek. De ez így nem jó, ide figyelj. Ez... Felvétel, nem vita. Csap. Csap. 23. Tessék. Miért jöttünk ide? Gábor úgy érzi, hogy a fűvészkerti környezet jó háttér az őszi divathoz. Az igaz, hogy Gábor egy esőgépet is ide rendelt? Úgy hallottam. Házott esőköpenyeget akar mutogatni. Lehet, hogy esernyő bemutató is lesz. Egy órán keresztül csináltuk a frizurámat, és most menjek ki az esőbe. Szétázik az egész remek művetek. Nyugodj meg! Esőben a sminked is szétázik. Vizes ruha, csapzott haj, lemosott smink. Ez egészen sajátos divat bemutató lesz. Megjött az esőgép? Nem, uram. Mi nem jött meg? Nem tudom, uram, én fővilágosító vagyok, nem meteorológus. Spécikém, tőlem lehet urológus is, de az esőgépnek már itt kéne lenni. Izékém, hol van? Az esőgép hol van? Utam, uram! Nem kell esőgép, így is csuron víz vagyok. Ilyen melegben, mellényes őszi ruhában megsülök, lejött az egész sminkem. Nem találhattál volna valami jobb helyet, mondjuk az állatkertben, a pálmánál sokkal jobb lett volna. Állatkertben? Aha. Nem, nevettesd már ki magadat. A fűvészkert a gyermekkorunk álma. Itt szaladgált a kis nemecsek, Ácsferi, a pásztorok. Uh-huh. Gyönyörű és romantikus. Júlia, smink igazi. Hát ezen nincs mit igazítani. Úgy izzadt, hogy újra lejön. Üljön le az árnyékba, vegye le ezt a páncélruhát, és ha lehűlt, akkor újra sminkel. Hát, én már forgattam egyszer-kétszer, de ilyen zűrzavarban még soha. Nincs itt semmi zűrzavar, csak nagyon meleg. Most kellene fürdőruha reklámot csinálni. Arra kiválóan alkalmas az idő. De nem velem, pornófilmet nem vállalok. Arra nem is téged kérnélek, kisfiam.